Purchase Music FM. Electronic Dance Music. 20 perc múlva lesz 10 óra, ez még mindig a Monitor live szekcióban. Ezúttal nem vendég DJ-k mixeit játsszuk le, és nem is vendég lemezlovasok, hanem Krisztián és jó magam szórakoztatunk titeket. Itt vagyunk a régi trackek bűveletében, és van itt néhány kötelező információ. Jövő héten majd Franciaországban fogunk bulizni veletek, úgyhogy két jó tanács, biztosításokat megkötni, öveket pedig becsatolni útközben, aztán majd ott a hegyek tetején el lehet engedni magatokat és a jó kedélyeket, no meg a gátlásokat is. Le lehet dobni a síruci mellett egyébféle minden más történetet is, csak magatokra vigyázzatok, hogy majd hazérkezve bulizzunk tovább. Aztán itt még van egy olyan történet, aki az offline médiákat szereti. Ezúttal is megjelent a 2009-es első Free magazin, ahol az Animal Sound System nagyon kiosztja a zenek kiadókat, James Holden pedig megmondja a frankót. Nálunk továbbra is itt a Monitorban ilyen élő történetek, régi zenék válogatása. Aztán majd 10 órakor elköszönünk, addig is további jó zenehallgatást itt a Jazz Music FM-en.
lassan 10 óra lesz és véget ér a mai monitor itt a Jazz Musicon, és így az SMS-ekből tudjuk, hogy csopakon is működik az internet elosztó hálózat, ugyanis Mattan éppen ott passziánszozik a gép előtt valószínűsíthetőleg, és rátévett erre a zenei csatornán. Ez viszont nekünk jó, mert tudjuk, hogy jó a szerverünk, tudunk streameket adni, úgyhogy működik a rendszer. Krisztián, üdvözöl, és van itt egy nagyon fontos dolog, amiről nem is beszéltünk, hogy szombaton közösen fogunk játszani egy back-to-back felállásban. Így van, ez nagyon rég, vagyis hát nem is tudom, mikor volt utoljára az, hogy a dobban mi így együtt játszunk fel egy back-to-back-et. Volt egy 19, ez nem tudom mikor. Úgyhogy egy nagyon kellemes partinak nézünk elébe, két szuper diszkos ilyen holland-német meccs van, valahogy így. Igen, Robert Babic és Michel Dehéj. Így van, Michel Dehéj. Úgyhogy, és előttük mi fogunk warm-up-olni. Babic az egy line set-tel készül, hozza a kütyűjét, ott fogja nyomkodni, még hogy a pultba hagyféle. Tiszta kiállítás lesz, mint a bucsúban. Szóval őrület lesz ez a parti, szerintem giga mega lesz. Aztán, ahogyan mondtam, hétvégétől pedig majd az öveket az úton becsatolni, a lábakra a léceket felcsatolni. Igen, ez egy külön sztori a jövő hét, ugyanis menjünk ki Franciaországba, Pújba. Ez végül is az Alpoknak a magaslatán van. Ez egyik csúcsa. A csúcs az csúcs. És három alkalommal fogunk együtt játszani, még kiegészülve Tristanékkal. Egy nagy parkisátorban, ahol nagyon sokan lesznek. 3000 ember jön ki, abból legalább 1000 ember biztos várható, aki ezt a zenei stílus szereti, illetve fönn a pálya aljába fogunk játszani, ami tavaly is zseniális volt, az a légkör, az egész atmoszféra, az, hogy a hó meg a körülvesznek a fenyves erdők, most meg Franciaországban nagy hegyek, ez biztos zseniális lesz. Ehhez tudom csatolni Máté SMS-ét erről a zenéről, ugye, hogyha Széklász írt meg magasság, hogy ez az zene, amikor az Endi örök vadászmezők fölött lótuszülésben lebegve mantrát mormor útban a Széklász írt felé. Úgyhogy valószínű, hogy ezt ilyen poénosan oda rakva nekem azt, hogy meditációba esve milyen élményeket lehet átélni. Hát reméljük a magaslati levegő egy... Elszállt. Igen. Akár. Elszállt ötletek. Remélhetőleg a magaslati levegő is majd meghozza ezt a hatást, és ilyen az évközi fáradtságból majd ott a fickóság is előjön, mert azt mondják egyébként, a magaslati levegő az jót tesz a férfiasság. Abszolút, abszolút. Kitisztít is, jó. Úgyhogy rövid távon csak annyi, hogy jövő héten nem leszünk, és guest mixeket fogunk játszani, ebből kettőt. Jön majd egy Leslie Taylor vendégmix, illetve a másikról pedig majd időben értesítünk, az SMS időben értesítünk titeket. Hétvégén találkozunk, és vigyázzatok magatokra, további jó rádiózást. Köszönjük a figyelmet, jó hét, sziasztok! Sziasztok, sziasztok!